stúdió vendégünk, Varjú László, pártigazgató. Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak. Ha egy mondatban kellene a jelentőségét ennek a kongresszusnak megfogalmazni, ön ezt hogy tenné? Első igazi nagy találkozó, amelyben majdnem 2000 ember vett részt. Megtartottuk az első találkozónkat, és elfogadtuk azokat az alapvetéseket, amely az Orbán utáni világról szól. A jövőben is így lesz, hogy bárki bemehet a kongresszusra? Mert hát ez a pártoknál nem így volt korábban, ugye küldöttek voltak. A demokratikus koalíció szakította küldötti rendszerrel. Minden tagunknak lehetősége is módja van véleményt nyilvánítani kongresszuson és az azt megelőző konzultációkon. Ennek megfelelően tettünk ezen a hétvégén is. Nem tudom, hogy mennyire hallotta, amíg jött ide be a stúdióba vagy a rádióba azokat az interjúkat, amelyek az elmúlt percekben készültek az LMP új frakcióvezetőjével, illetve Balogh Andrással, az MSZP elnök helyettesével. Mindkettőjüknél az ellenzéki összefogás lehetőségeit firtattam, hiszen az újságok is a hétvégi kongresszusok kapcsán mindenhol ezt emelik ki, hogy azon túl, hogy a kormányt bírálták az ellenzéki pártok, egymásnak is üzengettek. A demokratikus koalíció most per pillanat kivel tud leginkább együttműködni, vagy kivel tudja leginkább elképzelni az együttműködést reálisan? Leginkább az együttműködést, üzengetés helyett azt gondolom, hogy az emberekkel kell elképzelni és megvalósítani. Az, ami történt a hétvégén a kongresszuson, az nem más pártoknak szól, hanem arról szól, hogy elfogadtunk egy olyan alapvetést közel 30-40-50 oldalban, ami arról szól, hogy hogyan lehet Magyarországon a demokráciát, annak intézményrendszerét visszaállítani, melyek azok a legfontosabb lépések a gazdaságtól, az önkormányzaton át a kultúráig, amelyeket meg kell tenni, és ez egy olyan vitairat, amelyben az egyes emberrel, csoportokkal, szervezetekkel, és így lehetséges szervezetekkel, pártokkal történő együttműködésre ajánl egy kiinduló pontot. Mi ezt szeretnénk megvitatni mindenkivel. Mégis mit vesz észre, hogy a demokratikus koalíción belül, akár a vezető testületben milyen szándék van, és kik felé szeretnének nyitni? A kongresszus egyidejűleg elfogadott egy olyan nyilatkozatot is, amelyben az egyik fontos mondat az, hogy nincs semmilyen előfeltétele annak, hogy kivel és milyen módon fogunk együttműködni, mindazokkal a demokratikus erőkkel, akik ebben hajlandók összefogni, hogy a Fidesz kormánya és a Jobbik a rendszerben való léte megszűnjön, ez megváltozzon, ahhoz azokkal össze kell fogni. Hát akkor nem sok marad, ugye, akkor a Jobbikot kizárhatjuk ezek szerint az ön szavaiból. Teljes mértékben kizárhatjuk. Arra következtetek. Hát akkor marad az MSZP, az LMP pedig nagyon kérdőjeles, mert hol akarnak, hol nem. Jávor Benedek sem mondott erről egyértelmű dolgokat. Kétharmados többséggel az ottani kongresszusuk döntése alapján, szóval, hogyha csak az MSZP-vel tud a demokratikus koalíció összefogni, akkor mi értelme volt a kiválásnak? Nem a pártokról kell beszélni, hanem mi azzal az 5 millió emberrel fogunk össze, akikért és akikről szól igazából ez a kezdeményezés, amelyet igen, de az 5 millió embert a pártok jelenítik meg. Szóval hát fogják, és szeretnék megjeleníteni. Én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. Éppen ez a kihívás. Mint ahogy az elején azt mondtuk, hogy igenis szakítani kell korábbi hagyományokkal, és ezt a képviseleti küldötti rendszertől meg kell szabadulni, és ezért a demokratikus koalíció szerintem az egyik legdemokratikusabban, sőt a legdemokratikusabban működő párt. Ez is jelzés arra, hogy minden egyes emberrel, akinek ezzel a rendszerrel baja van, azzal igenis mi társak vagyunk, neki szövetséget ajánlunk, és vele együttműködésben szeretnénk ezt a rendszert, ezt a kormányt leváltani. De miért mondja azt, hogy a demokratikus koalíció a legdemokratikusabban működő párt? Minden párt ezt mondja magáról egyébként. Így ezek között is biztosan de az egyik mondta, hogy a legdemokratikusabban. Igen, nekem meggyőződésem és tapasztalatom van. Hát olyan kevés idő telt tapasztalatom van a koalíció létrejötte óta. Nem? Igen, de jók a tapasztalatom, és vannak a korábbi időszakból létező olyan ismereteim is, amelyek amiből az következik, hogy a küldötti rendszer, ami azt jelenti, hogy egy-két ember tévéfelvételekből láttuk, hogy 20-30-40-50 ember foglal állást arról, hogy kivel akar együttműködni és kivel nem. Ez egészen más a jelenség.
jelentősége annak, mint hogy minden egyes embernek van lehetősége ebben bekapcsolódni, véleményt nyilvánítani, és velük együtt, akár a kor technikai eszközeit kihasználva lehetőség van a vélemény nyilvánításra. De azt hiszem, ez egy olyan megközelítés, ami alapvető filozófiai kérdés. Nekünk minden egyes emberrel van együttműködési lehetőségünk, szövetséget ajánlunk mindenkinek. Igen, most az utca emberét, vagy hát az utca mozgalmát felfedezték a pártok, hasonló nyilatkozott az imént Balogh András, azért kérdeztem öntől, hogy hallott-e ezt az interjút, de... Hát például ebbe a kategóriába tartozik az a miskolci látogatás is, hogy sok rétű és sok helyen kell az emberekkel találkozni, és van erre lehetőség, és ők nagyon nyitottak erre, hogy ez be is következzen. Most akkor egy picit konkrétabb ügyekről. A frakció alakításnak mekkora esélye van tavasszal a demokratikus koalíciónak? Ha rajtunk múlik, akkor 100%. Jelenleg is a 10 képviselő az önálló, mint frakcióként. Most függetlenként dolgoznak. Igen, de az együttműködésünk az frakció jellegű, és ekként is jegyezzük magunkat mindenütt. Gyakorlatilag azon múlik, hogy a ma kormányzó erő, illetve maga a parlament a törvényeket figyelembe véve tudomásul veszi az eddigi gyakorlatnak megfelelően, hogy a demokratikus koalíció frakciója április 24-én létrejön. Mit fognak csinálni a parlamentben, ha mondjuk ez a április végi frakció alapítás létrejöhet? Lényegében annélkül kezdve hivatalosan is frakcióként működik, a parlamentben akkor ennek megfelelően politizálásokat a bizottság jellemezni. Sokkal több lehetőségünk van. Ma korlátoznak bennünket a parlamenti hozzászólás lehetőségében, és így jóval kevesebb eszközünk van, és így jelentős erőfeszítést igényel sokkal többet a képviselőktől, hogy jelen legyenek a parlamenti munkában. Szeretnénk azt, hogyha ezt a korlátozást a parlament és Kövér László beszüntetné, és engedélyezni azt, hogy a jogszabályoknak megfelelően, de a tekintetben járulna hozzá, hogy betartja a jogszabályokat, és a frakciók működését nem akadályoznák meg. Egyetlen kérdés még pártigazgató úr Gyurcsány Ferenc személyére, persze eldőlt, ő az elnök, ő viszi a hátán ezt a demokratikus koalíciót, ezt a pártot, de ön is tudja, hogy mi a vélemény Gyurcsány Ferencről, a hitelességéről, a szerepvállalásáról. Hogy igen, az, hogy egy nagyon hiteles személyiség. Sokakat taszít, sokakat vonz, ez kétségtelen, tehát így egy van, megosztó személyiség. De még és a mostani hétvégi kongresszuson mi volt az alapvető vélemény róla, amikor beszélt az egyszerű pártagokkal, mert említett, hogy mindenki bemehetett erre a kongresszusra. Azt hiszem teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem csak a kongresszuson, hanem az utcán, ahogy említettem, Miskolcon, vagy azon az 54 helyen, ahol gyakorlatilag november 6-a és december közepe között jártunk, mindenütt a tisztelet övezte, vagy akár azon a szakszervezetek által rendezett tüntetésen, amely a parlament előtt volt. Rengetegen üdvözlik, és ma már nyilvánvaló, hogy mindaz az igazság, amit elmondott ő korábban, az egy olyan igazság, amely megfelebbezhetetlen, még akkor is, hogyha mások azzal próbálkoztak, hogy ezt elferdítsék, ezt időlegesen meg tudták tenni, de mára kiderült, hogy igazából ez az igazi lehetőség, és ez az igazi irány. Demokratikus koalícióban mi ezt képviseljük, és vele együtt Bauer Tamással, Debreceni Józseffel és Niedermüller Péter közreműködésével egy olyan széles erőt kínálunk, amely sokak számára lehetőséget ad. A demokratikus koalíció továbbra is kiáll Gyurcsány Ferenc mellett. A hétvégi első kongresszuson egy 30-40 oldalas vitairatot fogadtak el. A demokratikus koalíció az embereket akarja megszólítani, mondta az imént műsorunkban a pártigazgató Varjú László.